tanuljon és változtasson az életén. Éljen végre nyugodtan, Ariadne, a bölcsek szakiskolája. Sportosat. Híradónk vendégei Tatár István, a Honvéd atlétikai szakosztálynak igazgatója, egykori sokszoros válogatott atléta, valamint a Honvéd két fiatal tehetsége, Földvári Evelin és Tóth Áron. Szervusztok, üdvözlöm benneteket! Nem olyan régen Brnóban volt egy nagy verseny, ami a korosztályokat illeti, ahhoz képest egy nagy verseny volt. Ez a két fiatal valóban igazolta, hogy tehetség? Igen, abszolút, és ezt nagyon büszkén vállalom, és nagy örömmel tettünk eleget ennek a megkívásnak, hiszen ez már egy tradíciós verseny Brnóban. Majdnem azt kell mondanom, hogy ez egy Európa-bajnoksága felér, hiszen abszolút nemzetközi 8-10 ország részt vesz, és ezen a versenyen mind a ketten, a Evelin és az Áron is nagy szeretményeket, sőt 4 első helyet hoztak el a korosztályukban. Remélem úgy, hogy 2-2, ugye? Nem, 4-4. Ja, 4-et? Igen, külön-külön. Na, tehát semmi. Én azt gondolom, hogy egy ilyen mezőnyben egy számba is elsőnek lenni az azért nagy dolog. A most látott dínosport... 4-et nyerni az azt hiszem, hogy oda kell figyelni rájuk, és hát a jövő atlétáim úgy gondolom, hogy ők, és ez a korosztályon fél. Hány versenyzővel volt kint a Honvéd? 14 vagy 15 versenyző volt kint, több volt a hölgy, de mindegyik, tehát épp néztem én a jegyzőkönyvet, 12-15-ben volt mindenki. Tehát ott vagyunk az élmezőnyben, ebben a korosztályban. Én bízom benne, hogy ez a korosztály, ha felnő és tartják ezt a szintet, akkor felnőtt válogatott szinten is részt tudunk venni. Evelin, melyik az a 4 szám, ahol te vagy a legjobb? Itt szűkebb pátriánkban itt. Pávalugrás, 60 méter futás, 150 méter, és a 4x60 méteres váltót nyertük meg. Ez azt jelenti, hogy sprinter lesz, rövid távon fogsz majd vele később számolni? Vagy ez még nem jelent semmit, ebből még bármi lehet? Igazából ez a korosztály még bármi lehet belőle. Tehát aki Evelinnek kapcsolatban, aki jó fut és gyors, az jól ugrik távolt, és általában a váltó az adott, mivel futószámból el. Én bízom benne, hogy egy jó sprinter lesz a végén. Egyetértesz ezzel? Szeretnél, vagy inkább azt mondod, inkább ugrasz? Hát igazából most még mind a kettőt szeretem ugyanúgy, majd később még eldől, hogy... Nincs kedvenc? Annyira nincs. Számok között sincs? Mindegyik egyformán jöhet? Uh-huh. Nem? Jó. És Áron, te? Nekem is ugyanazok a számok azok, amik passzolnak hozzám. Igazából a rövid távfutás, a sprint és a távugrás az a kedvencem. És a 4 aranyérmet hol szereztet melyik? Ugyanezekben a 60 méter, 150 méter távugrás és a váltó. Van ennek valami speciális oka? Hogy a trénerünk olyan jó, hogy pont ezekben a számokban tudnak dominálni, vagy ez véletlen egyes? Én azt gondolom, hogy ebben a korosztályban ez a gyorsaság ezeket elbírja és ezeket a számokat hozza magával. Tehát, mint mondtam már, aki gyors és dinamikus, az jól tud dugni távolt is. Ugye ott van a váltó, ahol 4-en össze tudnak állni, és van egy hosszabb résztáv, 150 méter, amit szintén a futásból lehet előjönni. Korosztályokban akkor most ti vagytok a legjobbak? Itthon? Lehet ezt mondani? Lehet ezt mondani, igen. Áron, miért kezdtél atlétizálni? Miért nem mentél boxolni, vagy futballozni? Hát, mikor én 10 éves voltam, akkor ugye apukám az versenyszerűen atlétizált, és én is kedvet kaphattam hozzá, vele kezdtem elő futni,
és utána kiderült, hogy tehetséges vagyok benne, és ezért ezt folytattam. Ez hogy derült ki? Sokat bírtál, vagy gyorsan tudtál bizonyos távot megtenni? Az első versenyen, amikor lementem, 10 éves voltam a Budapest bajnokságra, és akkor ott nyertem egy 60 méteres sikutást, és akkor derült ki, hogy gyors vagyok, igen. És te, Evelyn? Mikor kezdted és miért pont? Engem 2008-ban a testnevelés tanárom küldött el atlétizálni, mert ő látta meg bennem a tehetséget, és még... Mit látod benned? Hát, hogy órán mit csináltál? Mi volt az, amire felfigyelt? Jól dobtad a labdát, vagy jól ugrottál távol esetleg? Voltak ilyen kerületi versenyek, és ott inkább a futást látta, hogy ez jobban megy. Mindenkit vertél. Igen. De ennek örülök viszont, hogy testnevelő tanárok így odafigyelnek a tehetségekre. Ez mennyire gyakori egyébként? Hát azt kell mondani, hogy nem nagyon gyakori. Ez nagyon nagy szerencse, hogy a testnevelők és az Áronnál az apuka fölfigyelt rá és lehozta. Igazából ott kéne eldőlni a gyerekeknek, hogy sportolnak tovább. Ha egy testnevelő tanár lát benne fantáziát és leközvetíti klubokhoz, egyesülethez, akkor az egyesületnek már nagyobb esélye van, hogy a szülők tudják karolni azt a versenyzőt. Itt még mellé kell tennem azt a szülőknek nagyon nagy köszönet, mert ugye az Evelynt is 17. keretbe hordják edzésre, és azért azt megoldani, azt megszervezni, hogy ő mindig ott legyen, én azt gondolom, hogy nagyon komoly szülői háttér kell ez a sport mellé. Sokan vagytok ebben a korosztályban? Melyik korosztályban? 13, 15 vagy hogy van most? 13 éves korosztályban vagyunk. De azt kell, hogy mondjam, hogy vagyunk azért elegen. Brunóban sokan voltak? Igen, nagyon. Ott még senki nem ismer senkit, ugye? Tehát ott még úgy mentetek, hogy mindenki új volt a másiknak. Most a külföldiekre gondolok. Egy-két gyereket már ismerünk esetleg más külföldi versenyekről, vagy a korábbi évekből, de igazából még mindenki ismeretlen. Ez a győzelem, hogy most Brunóban is 4-4 győzelmet vezsebeltetek, ez mit jelent nektek, például neked? Hát nekem... Hát inkább bíztatott, hogy még tovább csináljam, és ez ugye sikerélmény, és... Nem akartam úgy kérdezni, hogy megfordult a fejetekbe korábban, hogy abba hagyjátok, és éppen teszem azt, ezek a sikerek azok, amelyek meggyőznek benneteket arra, hogy jó úton jártok, nem kell más sportágot választani. Vagy nem voltatok ilyen vízválasztó helyzetben? Még nem, szerencsére. Te sem akkor. De akkor ez mindesetre jó doppingol benneteket, hogy megéri jó dolgozni. Igen. Ez egy nagyon jó állomás a fiataloknak. Tehát ebben le lehet mérni, hogy hol tartanak végül is. És mivel nemzetközi, ezért kitekintünk, ugye, hogy ott kint is a fiatalok milyen eredményeket érnek el. Ez egy állomás a jövőre nézve. Én azt gondolom, hogy ez ad nekik olyan rutint, olyan leckét, hiszen mondom, majdnem, hogy egy Európa-bajnoksága felér. Mert ugyanúgy ellenkeztetés van, ugyanúgy meg kell jelenni. Tehát van egy koreográfia a versenynek, amit ebbe benne kell lenni, és ezt végig kell csinálni, amely kicsit megnehezíti ezt az egész versenyt. Melyik korosztálynál van hivatalosan Európa bajnokság először? Hány éves kortól? Az IFI EB és a Junior EB, IFI-től van. IFI hány éves korosztály? Az 16-17. Akkor addigra oda kerültök, már profik lesztek, hogy hogyan kell megjelni, hogyan kell egy ilyen versenyen viselkedni. Ez fontos, nem biztos, a rutin? Abszolút, biztos sokat jelent az a rutin, az a megjelenés a versenyen, az a bemelegítés, mikor melegítek, mikor van a versenyszámom. Tehát ez nagyon sokat jelent, mert aki ki kell vigyen versenyre, és ott van először, az nagyon szétszor tud lenni, odafigyel, és elidegeskedik. Tehát ez nagyon sokat jelent nekik. Csak maradtok-e addig a atlétikánál? Maradtok? Ahogy nem maradunk, kötelező. Mindenképpen. Neked még képen? Mindenképpen. Azért nem irigyelek, mert ugye ez a legnehezebb, egyik legnehezebb feladat, hogy a fiatal tehetségeket meg tudjátok őrizni és tartani. És azért... Ez, nem könnyű ma. Ez valóban így van, főleg ez a korosztály, ugye mind a ketten nyolcadikosok, és most van egy középiskola váltás majd. Hogy hova a középiskolába, onnan, hogy tovább... Beleszóltak ebbe esetleg, hogy mit javasoltok? Mert ugye hát nézik, hogy hová megy, odaér edzésre, tud edzésre járni. Hát igen, nagyon sok szempont van. Ugye az első szempont a szülő, hogy hova visz a gyereket, honnan hordja, megpróbálja az egyesülethez közel,
hogy esetleg utána egyedül tudjon edzésre járni, tehát egy kicsit enyhíti ezt a szülői támogatást. De igazából azt is nézik, hogy erősség, hogy milyen tanárok vannak, milyen oktatás van. Tehát ez fontos a jövőre nézve. Ez az első. Utána lesz még egy nagy ilyen vízválasztó, a 18, amikor a verseny, versenysport, az eredmények azt majd de adják. De hogy jönnek a IFI EB eredmények, akkor... Igen, így vagy a továbbtanulás. Igen. Tehát ott még lesz egy ilyen négy év, de én bízom benne, hogy ezt sikeresen meg fogja holdani. De most jön az első vízválasztó, akkor jövő évre, ugye, hogy hová mennek? Igen. Már gondolkodtok, fontolgatjátok, és figyelembe veszitek, hogy hová kell járni edzésre, vagy... Igen, hát mi már néztünk iskolákat anyukámmal, viszonylag közel az edzéshez is, akkor hogy jó színvonalas iskola is legyen. A három gondomnál teljesen természetes, nem? Igen, édesapa odafigyel rád, tehát... Igen, olyan iskolát kerestünk, ami közel van az edzéshez és elég színvonalas a továbbtanuláshoz. Gondolom, édesapád csalódott lenne, hogyha egyszer csak azt mondaná, hogy kész, vége. Én is úgy gondolom, de ez a veszély addig nem áll fent, amíg eredményeim vannak és amíg van egy célom. Mi a célod? És arra lennék kíváncsi, hogy álmodozol-e, tervezgetsz arra, hogy majd felnőttként mire lehetek jó? Hát ez egy ritkán, de ilyen nagy világversenyeken még nem, még mondjuk, hogyha egy IFI EB-re vagy IFI VB-re kijutnék, az már egy jó, szép siker lenne. Akkor még olyanról nem szoktál gondolkodni, ábrándozni, hogy majd az olimpiára kijutok? Hát ezt így most nem lehet tudni, álmodozni lehet, de először mindig a következő célt kell megfontolni. Igen, csak azt mondják, hogy nagy álmok kellnek ahhoz, hogy az ember odaérjen. Evelyn, te? Hát nekem már hogy állsz az álmodozással? Nekem már fordult meg a fejem, hogy én majd szeretnék egyszer olimpiára kijutni, de ahhoz ugyanilyen szorgalmasan kell dolgoznom az edzéseken. István, 1000 éve benne vagy az atlétikában. Ismered a tehetségüket. Mit gondolsz? Milyen jövő vár rájuk? Én azt gondolom, hogy ha ilyen dinamikusan fejlődnek, és semmiféle extra sérülés, vagy bármi olyan, ami ezt egy kicsit is fékezné, akkor nekik nagyon nagy esélyük van. Mint magyar válogatott, mint honvéd atléták kijutni bármelyik nagy világversenyre. Ugye természetesen cél az olimpia. Tehát tehetség, akkor az, abszolút, az megvan. Az akkor. Megvan. Akkor most már csak kellenének a külső körülmények, ugye jó pálya, jó edzők. Igen. STB. Igen. Ebben a korosztályban hogy áll a honvéd edzőkkel? Nagyon jó ez a maga korosztály, egy nagyon jó társaság van. Én azt gondolom, hogy ha ez a korosztály együtt marad, és felnőnek. Ugye, mint említettem ezen a versenyen is, hogy akik részt vett, az mindenki helyezett volt, tehát 12-ben voltak többnyire. Ha ez ugye együtt marad, akkor ez egy nagyon jó gárda lehet a honvéd és a magyar atlétika számára is. Az edzők azok abszolút sikerorientáltan találnak mellé. Mindent a versenyző érdekében tesznek meg, és egy nagyon jó gárda van. Az edzők. De kis ez egy jó motiváció, amikor versenyzőik ennyi érmet. Persze, hát ott mérik le az addigi megtett munka, hogy annak mi az eredménye. Volt már edzés azóta, Brunó óta? Igen, volt azóta. És éhesebben mentetek edzésre? Tehát még nagyobb tűzzel? Hát azóta már egy versenyünk is volt, egy országos bajnokság. Na, és ott mi volt? Meséljetek. Hát én a távolugrást megnyertem, a futásban pedig második lettem. Miért csak második? Mi történt? Hát, most egy lány gyorsabb volt. Sokkal? Nem. De akkor ott a rövid távú cél, hogy azt meg kell lőzni azt a lányt, ugye? Igen. Jövőre meg lesz? Remélem. És nálad mi volt az OB? Nekem is jól sikerült, én 4 bajnoki címet szereztem, és... A név kötelez, ugye? Igen. Igen. És melyik számokban, hogyha nem ugye tudok? A 80 méteres síkfutásban, a 300 méteren, távolugrásban és gátfutásban. Na, a gáton is jó vagy? Igen. De az jó, mert ugye azonnal nem vagyunk jó. Most van egy tehetségünk, ugye? Az a szegény állandó és sérüléssel bajlódik. De ő nagyon, nem lehet hallani, hogy gáton a jók lennénk a... Akkor lehet, hogy ő megtöri majd az átkot és... Hát nem tudom.
az Aaron Gard futását én már láttam, és igazából ez csak egy olyan kiegészítő számnak tűnik elsőre. Uh-huh. Igazából nem rajong a Gárdtér, úgy tudom, megcsinálja, mert ugye... Meg kell. Hát egyrészt van hozzá tehetség, van hozzá érzéke. Később nem lehet tudni, hogy az eredmények mit hoznak. Tehát abszolút. Az én időmben is úgy volt, hogy kellett csinálni egy több próbát ahhoz, hogy egy számban valaki aranyérmes legyen. Én is futottam gátot, nekem pedig az orromig ért a gát, tehát én nem voltam még gátos alkat, és abszolút megcsináltuk. És neked ki az, akit itthon le kell győzni? Van olyan egyáltalán, aki még valamiben ugye előtted van és zavar téged? Hát rövid távfutásban nem nagyon. Annyira jó sprinter, vagy ezt így mondjuk, ugye sprinter? Igen. Nem, csak nincsenek olyan túl sok ellenfél itthon. De még jó, hogy van stopper, és akkor van mihez mérni magad is. Idővel kell igen. Futni, igen. Azért az 20. Akkor úgy nincs senki, akkor úgy itthon, aki úgy nincs. Bosszantaná az orrodat, hogy... A hosszabb távokon már vannak, igen, vannak, de az én korosztályomban nincsen.